Köszöntöm a köztér nézőit, 5 éves a Székesfehérvári Hallgatói Tanács, és Székesfehérváron ülésezett az Országos Diák Tanács. Erre a két rendezvényre kalauzoljuk erőnöket, tartsanak velünk! A három fehérvári felsőoktatási intézményt képviselő szervezet a Velencei Gyermek- és Ifjúsági Táborban tartotta meg az elmúlt éveket összegző találkozóját. A Székesfehérvári Hallgatói Tanács egykori és jelenlegi tagjait Cserpakovics András polgármester köszöntötte. Születésnapra érkeztünk, és ebben az esetben is ez egy vidám, remélem, hogy sok mosolyat rendezvény lesz, egy kicsit nosztalgiával, mert most már van mire visszagondolnunk, a fehérvári felsőoktatásról beszélünk, és ez nagyban a fiataloknak, a diákoknak köszönhet. Egyrészt, hogy Fehérvárt választották, Fehérvár a három felsőoktatási intézményének egyetemének egyikét választották, másrészt pedig aktívan részt vesznek a hallgatói élet megszervezésével, ami egyben egyébként a városi diák életet is jelenti az egyetemisták tekintetében, úgyhogy jöttünk nekik ezt megköszönni, boldog születésnapot kívánni, és hát azt kívánni, hogy együtt közös erővel tovább tudjunk fejlődni minden területen, ami a fiatalokat érinti. Nagyon-nagyon sok ötlet jön, javaslat jön, mi próbáljuk ezeket segíteni, hogy meg tudják a fiatalok valósítani, de abszolút olyan aktív fiatalokról van szó, akik fölmérték azt, hogy mi segíteni tudunk, de nem tudjuk helyettük kitalálni és megszervezni az ifjúsági és diák életet az egyetemeken, de úgy látom, hogy ők ezt abszolút a maguk kezébe vették, és részben a hallgatói tanácson keresztül is kialakultak azok a hagyományok, amik most már Fehérvárhoz kötődnek. A Székesfehérvári Hallgatói Tanács azzal a céllal jött létre 2016. szeptemberében, hogy a három fehérvári felsőoktatási intézmény hallgatói közösségét egy nagy felsőoktatási közösségé formálja. 5 évvel ezelőtt 12 fiatal társaságában ülte körül az asztalt Cserpakovics András polgármester, Mészáros Attila alpolgármester és Veres Rihárd felsőoktatási tanácsadó, hogy elindítson egy fontos kezdeményezést. Ahogy a szervezet elnöke fogalmaz, az elmúlt évek alatt sokat fejlődtek. A Székesfehérvári Hallgatói Tanácsnak 12 tagja van, mind a három székesfehérvári felsőoktatási intézmény képviselteti magát 4-4 fővel. A Hallgatói Tanács azzal a céllal jött létre 2016. szeptemberében, hogy a három felsőoktatási intézmény hallgatói közösségét egy nagy felsőoktatási közösségé formálja, ezért dolgozunk minden nap, azóta is ez a vízió lebeg a szemünk előtt folyamatosan. Ugyebár vannak szokványos eseményeink, amik egy felső oktatási közösségből elengedhetetlenek. Ilyenek például a sportnapjaink, a gólyabájaink, a gólya integrációs programjaink, és hát még ezen kívül folyamatosan szokott bővülni a paletta. Az elmúlt 5 évben több olyan eseményt is létrehoztunk, amely már azóta hagyomány jelleggel sokadik alkalommal kerül megrendezésre. Ilyen például az összegyetemi kocsmakvíz, a különböző sörpong bajnokságok. Nagyon sok minden történt ebben az elmúlt 5 évben, igyekszem majd a hallgatói tanács számára egy 15-20 percben tömören összefoglalni, hogy micsoda, milyen nagy lépcsőket ugrottunk meg ebben az elmúlt 5 évben, mekkorát fejlődtünk. Azt hiszem, aki legalább egy évig tagja volt a hallgatói tanácsnak, számára szemmel látható ez a fejlődés, és az a szerencse, hogy a hallgatóság is úgy érzékeli, hogy ez a hallgatói tanács ez egy létező dolog, egy olyan szervezet, akikre lehet számítani. Talán a legbüszkébbek erre lehetünk, hogy 5 év alatt eljutottunk egy olyan szintre, hogy a hallgatóság tud rólunk, és mer hozzánk fordulni, és bízik bennünk. A hallgatóság érdekeit természetesen nem csak úgy lehet képviselni, hogy olyan programokat szervezünk, amilyen programokat ők szeretnének, persze ez is egy fontos része. Vitás kérdések, hál' Isten, nem nagyon szoktak akadni, amiben békéltető szerepet kellene játszani a hallgatói tanácsnak. Leginkább, hogyha bármilyen eseti probléma szokott felmerülni, abban szokott tudni a hallgatói tanács segíteni, hogy a lehető legmegfelelőbb, legkompetensebb emberrel összeköti az adott intézményt, és így megoldást szoktunk találni a problémákra. Az összejövetel alkalmával a polgármester kiemelte, fontos, hogy a Fehérváron tanuló fiatalok megéljék a diákéveket, és hogy megszerezzék a későbbi munkához való tudást is. Ehhez a város minden tekintetben kiváló lehetőségekkel bír. Az ünnep elengedhetetlen velejárója volt a születésnapi torta is, melynek elfogyasztása után az elkövetkező időszakról és a további fejlődés lehetőségéről beszélgettek a Székesfehérvári Hallgatói Tanács tagjai.
Fehérváron tartotta ülését az Országos Diáktanács. A megyei delegáltak feladata, hogy a diákság terveit, elképzeléseit, problémáit országos szinten képviselje. Flashmobbal köszöntötték az Országos Diáktanács tagjait, akik nem először gyűltek össze Székesfehérváron. Városunk már többször adott otthont olyan országos rendezvénynek, amely a diákok érdekeit képviseli. Nagyon sokan eljöttek az Országos Diáktanácsból erre a kihelyezett ülésre ide Fehérvárra. A legtöbb megyéből mind a két képviselő elérkezett, egy tag és egy póttag. Több új tag is érkezett most ide Fehérvárra, akikkel először találkozhatunk itt. Pár helyen már kiöregedtek a képviselők, ezért már lezajlottak azokon a területeken, megyékben a megyei diákparlamentek, így bővültünk már újabb képviselőkkel is az idei tanácsba. Milyen gyakran van ilyen országos találkozó? Minden évben a tanév kezdetekor, miután lement a megyei diákparlament, utána egy kihelyezett üléssel kezdjük meg a tanévünket az Országos Diáktanáccsal, majd ezt követően havonta ülünk össze az Emberi Erőforrások Minisztériumába, a köznevelési felelős államtitkár úrral, valamint a helyettes államtitkár úrral, és így veszi kezdetét a munkánk. Egy ilyen kihelyezettel kezdődik az évünk. Mi a feladata, mi az elsődleges feladata az Országos Diáktanácsnak? Az elsődleges feladatunk úgy gondolom a diákoknak a hiteles érdekképviselete, hiszen mindannyian más térségből származunk, más iskolákba járunk, hiszen itt gimnáziumtól át, szakközépiskolák, tehát többfajta iskolából vagyunk itt, sőt van általános iskolából is, ha jól tudom, tanácstagunk, tehát a diákoknak az érdekeit a különböző iskolákba is lefedjük, meg ugye területenként azért ez változó, hogy milyen problémák jönnek elő a diákok életébe, oktatás szempontjából is, és mindezeket tolmácsoljuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az illetékeseknek. Hogyan válik valaki tanácstaggá? Mi az útja ennek, és mi az, ami mondjuk téged motivált ebben a feladatban? Az Országos Diáktanácsba általában a fiatalok úgy kerülnek be, hogy már ott helyben az iskolájukban, a diák önkormányzatban tevékenykednek, és általában az ottani képviselők, vagy esetleg elnökök, ők azok, akik a megyei diákparlamenten részt vesznek, ott jelentkeznek erre a pozícióra, és akkor ott az ott lévő diáktársaik választják meg az évi diáktanács tagot, illetve póttagot is. Én is így kerültem ide, én Tatáról érkeztem, Komárom-Esztergom megyéből, és én emellett még a Városi Diák Önkormányzatnak voltam az elnöke, és úgy gondoltam, hogy szeretném képviselni a diákok érdekeit nem csak városi szinten, hanem most már országos, vagy inkább megyei szinten is. Miért fontos ez, hogy képviseljék a diákokat, és miben lehet őket képviselni? Szerintem nagyon fontos az, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget, hiszen van egy országos diáktanácsunk, meg van a fórum, a lehetőség arra, hogy a problémáinkat rögtön a döntéshozókhoz eljutathassuk, és szemtől szembe megbeszélhessük velük a problémáinkat, mint ez a mai napon is fog itt történni, hiszen itt van államtitkár úr, valamint helyettes államtitkár úr is. Tehát ezt úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel mindenképpen élni kell, hogy szemtől szembe közvetlenül elmondhassuk a problémáinkat, amik minket is érintenek, hiszen mi is diákok vagyunk, konkrétan a saját problémáinkat is tudjuk itt képviselni. Szóval azt hiszem mindenképpen fontos az, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen így nagy változásokat el tudunk érni. Az elmúlt időszakban, években milyen eredményeket tudott elérni az Országos Diáktanács? A kormány pár évvel ezelőtt beszerette volna azt vezetni, hogy az egyetemre vagy a főiskolára való jelentkezéshez szükséges egy nyelvvizsga, azonban több szervezet, ahhoz bekapcsolódott az Országos Diáktanács is, és így közösen egy kulturált beszélgetés formájába, illetve különböző párbeszédeket követően ez eredményhez jutott, és végül nem került bevezetésre ez a nyelvvizsga szükséglete ahhoz, hogy tovább tudjanak tanulni a fiatalok. Tehát ez is egy nagyon, azt gondolom, az eddigi legmeghatározóbb és legeredményesebb eredményünk volt, illetve nagyon fontos az is, hogy az Országos Diáktanácsnak a javaslatára lett az első nyelvvizsgánk ingyenes. Hogyha valaki diáktanástag a középiskolában, mi van, hogyha tovább tanul, tovább viszi valamelyest ezt a fajta karriert, vagy ezt a fajta feladatot?
Hát sajnos az országos diáktanácsi tagságunk a középiskolai tanulmányainkkal is véget érnek, de utána rengeteg olyan szervezet van, ahova tudunk kapcsolódni, ugyanúgy ifjúsággal foglalkozó tanácsokhoz, de sajnos így nekünk akkor véget ér az országos diáktanácsban a munkánk. De hogy tervezed ebből a szempontból a jövőt? Fogod tudni tovább vinni ezt a fajta érdekképviseletet, ha nem is a diáktanácsba, akár máshol? Igen, a tanulmányaim mellett majd mindenképpen szeretnék foglalkozni ugyanúgy az ifjúsággal. Több projekt kapcsán már együtt dolgozok a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal, illetve a Tatai Otthoni Szervezetemmel is már rengeteget dolgozhatunk egyet, ahogy az Országos Diáktanácsban még nagyon sok képviselő, tehát mindenképpen szeretnék én is még foglalkozni az ifjúsággal, és úgy tudom, másoknak is vannak ilyen tervei. A mostani tanács a megye diáktanácsainak vezetőiből áll, ők azok, akik országos szintre emelhetnek egy-egy ügyet. Alapvetően a diáktanácsba úgy kerültem be, hogy a Győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégiumnak a diákönkormányzatát vezettem alapból, és a megyei diákparlamentre a diákönkormányzatok vezetőit, elnökeit hívták meg, és ott került a delegálás véglegesítésre, de korábban is láttam már azt, hogy hogyan dolgoznak a diáktanácsi tagok, póttagok, és úgy gondoltam, hogy érdemes akár ilyen területen is megmérettetni magam. Emellett pedig már korábban rutinom volt diákérdekképviseleti területeken, például a Győri Városi Diákönkormányzatban, a Diákfórumban, ott két évig vezettem a szervezetet jegyzőként, és a tavalyi évben, most nemrég köszöntem le, egy évet vittem elnökként, úgyhogy ez nagyon ilyen mozgási terület, és nagyon szeretem ezt csinálni. Miért érdemes ilyen komoly feladatokat vállalni, hiszen azért mégiscsak fiatalokról, tinédzserekről, hát most már azért nyilván tovább tanuló 18 évesekről beszélünk, de hát azért nektek így is ott van a tanulás, meg sok minden, azért ez sok pluszt jelent, nem? Így van, hát azért rengeteg időt elvesz a tanulástól, nem is azt mondanám, hogy rengeteget, de hogyha valaki jól szeretne csinálni valamit, akkor abban érdemes időt belefektetni, hiszen úgy jön belőle minden plusz is akár vissza. Nem véletlenül történt az, hogy én például a Győri Városi Diákfórum éléről is lemondtam, hiszen úgy gondoltam, hogy így érettségizősként nem biztos, hogy a legjobb ötlet két ilyen nagy feladatot bevállalni, inkább egyet nagyon jól, mint kettőt, akár kicsikét gyengébben. És egyébként azt gondolom, hogy érdemes minden fiatalnak ugyanúgy kiállni a fiatalok hangjáért és a fiatalok véleményéért, érdekeért, hiszen a lehetőség az adott, és csak ki kell használni. Mi az, amit ez ad, akár személyesen, akár közösségileg? Közösségileg egy nagyon jó társaságot ad, úgy gondolom a fiataloknak, hiszen itt az országos diáktanács tagjaival, póttagjaival nagyon jó barátságok és beszélgetések szoktak kialakulni, akár ilyen kihelyezett üléseken, akár amikor minden hónapban találkozunk az Emberi Erőforrások Minisztériumában, de emellett pedig, amit még így pluszban ad, az egyrészt egy nagyon jó kapcsolati hálót, ahogy előbb megnéztük a diáktanácsos közösséget, nem tudjuk soha, hogy később milyen területen, akár a közszolgálatban, hol találkozhatunk jelenlegi diáktanácsos tagokkal, és emellett pedig ugye a államtitkár úrékkal és helyettes államtitkár úrékkal is egy nagyon jó kapcsolatot jelent, hiszen ezért azt kell mondani, hogy a diáktanács tagokon kívül nem sok fiatalnak van lehetősége arra, hogy ilyen magas közneveléssel foglalkozó döntéshozókkal tudjon kapcsolatot létesíteni és velük beszélni. Mik azok az ügyek, amiket most ide Fehérvárra hoztatok? Ide a kihelyezett ülés az azért is speciális szerintem jelen esetben, hiszen az előző ülések azok mind online folytak, tehát nem volt lehetőségünk a COVID-pandémia helyzet okán személyesen találkozni, ezért most ez egy, mondhatni már újra egyesülés, így személyes formában. A napirendi pontok leginkább a 2020-as Országos Diákparlament 45 pontja, amit át fogunk beszélni, hogy mi a jelenlegi álláspont és mi a jelenlegi állás ezzel kapcsolatban, hogy mik valósultak meg, mikben zajlanak még folyamatok. Ugye azt is fontos tudni, hogy valami a köznevelés érint, és valami pedig a szakképzést érintő kérdés, és ezért, mivel ugye két külön államtitkársághoz tartozik, ezeket folyamatosan össze kell hangolni, úgyhogy ez az egyik pontunk, a másik két pont pedig az egyik az, hogy a itt lévő fiatalok, tagok, póttagok tetnek fel kérdéseket államtitkár úrnak, helyettes államtitkár úrnak, és egyébként még vendégünk lesz Rács Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár asszony is, neki is ugyanúgy lehet kérdéseket feltenni, akár a 2021-es önkéntesség Magyarországi éve kapcsán is, de emellett még ugye a harmadik pontként a mai eseményen azt is megnézhetjük, hogy mik a
köznevelés aktuális helyzetei, mik azok, amikből aktualitások vannak, miket kell fontosabban megnézni, és mik várhatóak a közeljövőre nézve. Én abban bízok személyesen egyébként, hogy marad minden rendes offline oktatásban, és továbbra is a társakkal tudunk együtt dolgozni, hiszen a társasági létet nagyon-nagyon megnyírválta ez a járvány, ezért is jó, hogy itt vagyunk most már személyesen, és ezért is gondolom az fontosnak, hogy az oktatás maradjon továbbra is offline, tehát személyes módon. Fehérvár nem először ad otthont országos diáktanácsnak, ezúttal a MOL Aréna Sóstó közösségi termében tartották a találkozót. Hagyomány, és tegyük hozzá, hogy szép hagyomány, ami összekapcsolódik persze az országos diákparlamenttel, amiből most már többet mi rendezhettünk meg az utolsó időszakban, és hát bízom benne, hogy 2022-es diákparlament is itt lesz Székesfehérváron, erre egyébként minden reményünk meg is van, és a diákparlamentek között időről időre vendégül látjuk azokat a fiatalokat, akik az ország különböző részeiről arra szövetkeztek, hogy a generációjuk érdekeit, véleményét, javaslatait, kritikáit, probléma felvetését képviseljék. Úgyhogy nagy öröm, hogy most itt vannak a fiatalok. Maruzsa államtitkár úr, Ázsófi államtitkár asszony itt vannak velük, és rengeteg kérdés egészen biztos, hogy elő fog jönni, amire próbálunk válaszolni. De nagyon-nagyon tanulságos is mindig, hogy a diáktársadalom, ez a fajta gondolkodásmód, az ő generációjuk, az milyen problémákat vet föl, milyen kritikákat fogalmaz meg, arra egyébként milyen javaslataik vannak. Úgyhogy mindig nagyon izgalmas és érdekes az a beszélgetés, ami hamarosan elkezdődik, és a mai nap is holnap itt Székesfehérváron megrendezésre kerül. Hogyan látja, hogy mennyire profitálnak ebből mondjuk a fehérvári fiatalok, vagy a fehérvári fiatalok érdekképviselőinek vezetői? Ugye 10 évvel ezelőtt indítottuk el a Fehérvári Diák Önkormányzati Mozgalmat, és van diáktanács a városban is, annak egy elnöksége. Ugyanez megvan az egyetemisták tekintetében a hallgatói tanács vonatkozásában, az 5 éves, és mind a kettőnek azt az óriási értékét látjuk, hogy találkozhatunk olyan fiatalokkal, akik hozzák a saját generációjuk véleményét és észrevételeit, javaslatait, és ugyanezt látjuk országosan, és azáltal, hogy itt van a diákparlament, azáltal, hogy időről időre itt van az országos diáktanács, az pedig a helyi fiataloknak és a fiatalos közélet vezetőinek azt a lehetőséget adja meg, hogy az ország számos pontjáról ismerettségeket, barátságokat köttessenek, amik túlmutatnak már a középiskolás éveiken, hiszen a felnőtt korig is elkísérheti őket. Egyébként vannak is olyan fiatalok, akik már rég nem középiskolások, de ebből a mozgalomból nőttek ki, és találkoznak, tartják a kapcsolatot egymással, és ami szerintem nagyon fontos a diák önkormányzati rendszerben, hogy ezek a fiatalok megtanulják és megtapasztalják, hogy milyen jó közösséget szolgálni, közösséget vezetni, közösség ügyeivel foglalkozni, mik ennek a kihívásai és mik a szépségei, és esetleg, ha később mondjuk közéletre adják a fejüket, akkor már van egy ilyen közösségi vezetői tapasztalatuk is. A tanácskozáson részt vett Maruzsa Zoltán. A diákok visszajelzései, az oktatási rendszer erősségeinek és gyengeségeinek felismerése, megbeszélése fontos része az oktatáspolitikának. Tudtuk meg a köznevelésért felelős államtitkártól. Az oktatáspolitika akkor tud jól működni, hogyha jó visszacsatolásokat kapunk az érintettektől, úgyhogy ezért vannak folyamatos egyeztetések, mondjuk például a nemzeti pedagógus karral, pedagógus ügyekben, és természetesen a tanulói visszajelzések is fontosak, hogy ők hogyan látják az oktatási rendszernek a erősségeit, gyengéit, ezért működik és ülésezik meghatározott időszakonként, hogy az országos diákparlament, 2 diákparlament ülése között pedig egy megyénként választott, diákönkormányzati vezetőkből választott országos diáktanács az, akikkel jellemzően 1-2 havonta szervezünk különböző fórumokat, ahol egyébként eseti ügyeket, illetve azt a 45 pontot, amit legutóbbi országos diákparlament elfogadott, ezeken megyünk végig, és ezeknek a előre mozdításán, megoldásán dolgozunk. Mennyire van összhangban az oktatáspolitika a diákoknak a véleményével, terveivel? Ugye itt azért sok szempont van, ezt rögzítsük, tehát az oktatáspolitikának nyilván a diákok érdekeinek is meg kell felelnie, de természetesen mondjuk egy nemzeti alaptanterv, vagy mondjuk a tanároknak az érdekeit, tehát akik a tudást átadják, azokat is figyelembe kell venni. Ez számunkra is egyfajta egyensúlyozás abból, hogy az iskola az egyfelől minden szempontot figyelembe vegye, mondjuk a szülő szempontját is, de mondjuk a munkaerőpiacra is felkészítse a fiatalokat, tehát itt azért ebben nyilván meg kell teremteni egyfajta összhangot, de az fontos, hogy érkezzenek olyan legitim visszajelzések, erre
megválasztott legitim diákképviselőktől, akik mégiscsak azt gondolom, hogy azért képviselik a évfolyamaikat, az ő érdekeiket, az javaslatokkal állnak elő, ezeket meg tudjuk vizsgálni. Tényleg tudnak olyan ötletekkel előállni, azt gondolom a mai fiatalok is, meg természetesen az elődeik is, amik a mindenkori oktatáspolitikának is segítséget nyújtanak abban, hogy milyen irányba érdemes tovább menni. Igen, ugye azért itt tinédzserekről, illetve 18 éves korig bezárólag korúakról van szó. Mennyire látják, mennyire szakszerűek, mennyire felkészültek ezek a fiatalok, hogyan tudják tálalni a terveiket? Ugye nyilván vegyes a kép, de azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem egy nagyon jól felkészült kis csapat jött össze legutóbb is, ugye 2020. január végén ülésezett az Országos Diákparlament itt Székesfehérváron, és egy nagyon jó társaság volt, illetve az Országos Diáktanács is szerintem nagyon termékeny és jó megbeszéléseket folytatnak egymás között is, illetve velünk is. Tehát én kifejezetten büszke vagyok a velük folyó közös munkára. Nyilván félreértés ne essék, néha ráfutunk olyan ügyre is, amikor előállnak egy kérdésre, amikor bemutatjuk, hogy hát ez jogszabály szerint jelenleg is adott esetben így van, de akkor rájövünk, hogy aki mondjuk felvetett, annak az iskolájában nem biztos, hogy ezt a gyakorlatban is úgy csinálják, akkor az adott intézmény nézzük meg, vagy adott esetben az iskola igazgatóknak írunk egy megerősítő körlevelet, hogy felhívjuk figyelmüket erre a jogszabály helyre, mert itt mondjuk felmerült valami olyan, aminek nem lett volna szabad, hogy felmerüljön, mert egyébként a szabályozásnak megfelelő. Tehát ilyen ügyek vannak, néha olyan is előfordul, amikor tényleg olyan a javaslat, ami mondjuk adott esetben alaptörvény ellenes, vagy valami magasabb jogszabályokkal ütköző, akkor ezt megbeszéljük, átnézzük. Nagyon sok esetben a javaslattevő mondja azt, hogy jó, oké, ezt így nem gondolta végig, akkor valahogy máshogy van. Tehát ahogy ez egy jó együttműködésben lenni szokott. Mondom még egyszer, az, hogy itt azért az adott korosztályoknak a érdeklődő egy-egy iskolában már megválasztott képviselői vannak jelen, akiket ráadásul egy-egy megyei fórumon azért megint csak több jelentkezők közül szavaznak meg a többiek. Nyilván ott a helyi fellépése, vagányság, a talpraságsége okán ez azért egy elég erős szelekció ebből a szempontból. Többüknek utána is látjuk a folytatását az egyetemeken, egyetemi hallgatói önkormányzat az életben, úgyhogy szerintem itt, ha szabad ilyet mondanom, akkor még közülük sokan sokra viszik. A diáktanács ülésén eseti ügyeket tárgyalnak, illetve azt a 45 pontot, amit a legutóbbi országos diákparlamenti ülésen elfogadtak. Kedves nézőink, az elmúlt percekben két rendezvényre kalózoltuk el önöket, a Székesfehérvári Hallgatói Tanács születésnapi rendezvényére és az Országos Diák Tanács ülésére. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!